Megkezdődött a fogolycsere az ukrajnai kormányerők és az ország keleti felében tevékenykedő orosz barát szakadárok között. Az ukrán elnöki hivatal vasárnapi bejelentése szerint a két fél az 5 éves konfliktus alatt fogságba ejtett és még börtönben lévő összes embert kicseréli. Az orosz hírügynökség úgy tudja, hogy Kijev 87 szeparatistát ad át, Donyeck pedig cserébe 55 embert enged haza. Az ukrán központi hatalom 2014 óta harcol az orosz határ mentén fontos ipari zónákat ellenőrzése alatt tartó elszakadáspárti erőkkel. A konfliktusnak már több mint 13 ezer áldozata volt, és az érvényben lévő tűzszünet ellenére rendre kiújulnak az összecsapások. A két fél között már több fogolycsere is történt. Az utolsó fogvatartottak hazaengedéséről Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egyezett meg december elején Párizsban, Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő társaságában.